A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 30 esztendeje rendez iskolás és felnőttkorú értelmi fogyatékos emberek számára kulturális fesztivált. Szekszárd harmadik alkalommal vállalkozott a házigazda szerepre. Ácsezső polgármester azt mondta, minden segítséget meg kell adni ezeknek az embereknek arra, hogy megmutathassák az igazi arcukat. Én biztatok mindenkit, hogy jöjjön el a rendezvényre, és örüljünk együtt annak, hogy ezek az emberek egy kicsit boldoggá tudnak tenni bennünket, és boldoggá tudnak lenni ebben a néhány napban is. És valóban nem úgy tekintünk rájuk, mint akikkel mindenféleképpen, hát sajnálattal segíteni kell, úgy tekintünk rájuk, mint akiket abban kell segíteni, hogy valóban meg tudják mutatni az igazi valós arcukat, azt a értéket, ami mélyen belül valóban megvan bennük. Szekszárd az ország legkisebb intézménye a rendszerben, így külön elismerés, hogy a szervezők ismét a várost választották helyszínül, mondta Dottenbacher Ádám, a Szociális Központ igazgatója. Hogy mit jelent ez az egész a fiataljainknak? Szekszárdi fogyatékosokat ellátó nappaliban 22 fiatalunk van, meg kell nézni őket, ragyognak, örömmel készülnek, őszinték, tiszták, és minden a szívükből és a lelkükből jön. Semmi hazugság nincs ebben a történetben. Ez borzasztó jó nekik, de borzasztó jó nekünk is. A szervező civil szervezet vezetője úgy véli, minden bemutatkozás, mely az alkotó munka kiteljesedését és közvetételét szolgálja, segíti a hátrányjal élők társadalmi elfogadottságát. Azt a beskatujázást, ami a fogyatékos emberekhez, különösen az értelmi fogyatékos emberekhez köthető a mai társadalomban, azt valamiképpen oldja. A rendezvény megnyitását megelőzően egyfajta társrendezvényként fotókiállítás nyílt a Babits Kulturális Központban, mely az előző fesztiválok legszebb pillanatait örökítik meg.